Tegnap voltam azon a randin. Na, és hogy sikerült? Hát elég jól. Csak a csaj túl jól nézett ki. Tényleg? Tudod, milyen az, mikor együtt vagy valakivel, aki sokkal jobb fej, mint te. Aki jó fej, de egy kicsit kazúzó. Kicsit mi? Kazúzó. Kazúzó? Tudod, mikor valaki annyira jól néz ki, hogy lebénulsz tőle. Mint a terandiznál Lee Shirley-vel, és azt gondolnád, hogy jó csaj, de egy kicsit talán kazúzó. Értem. Kinek kéne most következni? Te jössz. De most tényleg? Kazúzó. Micsoda szerencse. Megszomjaztam, jól esne egy kis Sussex Smith. Ne is álmodj róla. Ma újra részt vehetnek vízjátékunkban, de a kérdéseket most feleségem Karen fogja felolvasni, mindent bele, drágám. Okay. Köszönöm, jó, akkor kezdjük, jól van, hát. Itt az első kérdés. Ki remekelt a szupergonosz főhősnő szerepében az Io-i kiskutyában? A 101 kiskutya. Na, pedig a saját írásom, nem baj, mindjárt. Jó, itt a kettes kérdés. Ki rendezte azt a filmet, hogy Malcolm 10? X, Malcolm X. Bocsánat, a vodka. Várj, mindjárt. Itt a hármas kérdés. Nevezzem meg egyet a sikerszámok közül, amit nem más énekelt, mint Betty 800. Betty Boo. Betty Boo. Hát akkor jöjjön valami más most. Milyen állatokat mutatott be legjobban a 80-as években készült Sivatagi 50? Nem. Nem, bocsi, Sivatagi, rosszul mondtam, Sivatagi só. A Sivatagi S.O. nincs só. Bocs, picit izgulok, nem vagyok kamerához szokva. Akkor igen, az ötös kérdés jön. Ki rendezte a sci-fi kősatját, a Zool űrodüsszeát? 2001, az űrodüssze, a 2001. Bocsi, majd köcsön kérem anyútól. Na, inkább majd én befejezem, te menj, vedd hol a rendelést. Hatos kérdés következik. A következő... Ki játszott 55-ös tisztet? Ez 10, drága! Fontos, hogy felkészülten induljunk ajakozni, hozott magával a viszatlan? Nem van hátul. Kamerája meg van? Itt hátul. És a szendvicsek? Nem van. Tartalékpárcipő? Nem van. Hozott papucsot? Itt van. És a kemping szerkó? Hátul van. A sátor is? Ott van. Megvan a hálózsák? Nem van. Megvan a gázsötő? Hátul van. És a homokzsák? Itt van hátul. Jól van, semmit sem felejtett el, akkor felkészül. Mehetünk. Akkor húzzon bele. Jöjjön, Mr. Wine. Üljön le. Köszönöm, doktor, üdvözlöm. Mi a problémája, uram? Hát ez elég kínó, zavarbejtő, összetett. Kivele? Mindig mindent elismétlek, körülírok, megmagyarázok. És ez mikor kezdődött? Mostanság pár napja, nem régen. Az ön betegségét szinonímakornak nevezik. Nincs miért aggódnia, ha csak nem egy ritka és súlyos válfajával állunk szemben. Kifejteni, summázni, összegezni? Ritka és súlyos eseteknél néha megjelennek a felsorolásban oda nem illő kifejezések is. Nem, nem tapasztaltam, nem jelenik meg csincsilla. Ajaj. A súlyos eset miben különbözik a sima, a normál az alapesettől? Abban, hogy ragályos, fertőző, elkapható sítábor. Valami jó kis kalandra vágyom. Nem érdekelne egy véres vadászat? Vadászat? Az már kiment a divatból. De hogy nagyon népszerű program a fiatalok körében, ajánlom a Max 30 Fóka klubot. Maximum 30 Fóka klub? Igen, megölhet ám többet is, de 30 fölött felárat számítunk fel. Nem, azt hiszem, szívesebben mennék síelni. Remek ötlet ki a városból, fel a hegyekbe a természet lágyülén. Jól hangzik. És lőhet medvét. Nem akarok medvét lőni. Elutazhat Borneóra orángutánokat kínozni. Nem. Mit szól egy gnú dugáshoz? Hol lehet ilyet csinálni? A gnú hátsójánál. Azt hiszem, ezt kihagyom. És egy skóciai horgászás? Talán. Ez egész jól hangzik. Mit fogunk? Lazacot vagy pisztrángot? Vidra. Vidra horgászat? Inkább szigonyozásnak nevezném. Valami kellemes, pihentető, ugyanakkor izgalmas időtöltésre gondoltam. Nem akarok vidrát cigonyozni, fókákat agyonverni, medvékre lőni, sem majmokat kínozni. Emberszabásúakat, sem kisasszony.
Valami kikapcsolódásra vágyom. Teljesen érthető, mit szólna a nagy tavakhoz? Remek ötlet. Csodálatos vidék, gazdag vegetáció, csend, béke és nyugalom. Pompás. És a programban borzmérgezés is szerepel. Köszönöm, de nem. Ugyan már. Extra felár nélkül annyit írthat ki, amennyit akar. Szeret ejtőernyőzni? Hogy ugorjak? Igen. Hol? Afrikában. Jónak tűnik. Az is. Élvezni fogja. És hány papagájra akar rázuhanni? Bent akarsz leülni, vagy kint? Inkább bent. Na, olyan szép idő van. Menjünk inkább ki. Hideg van, maradjunk bent. Ne légy ilyen mimóza. Én kint akarok leülni. Miért kérdezted, hol akarok leülni, ha úgyis kimegyünk? Azért, mert azt hittem, hogy te is ki akarsz majd menni. Csak, hogy nem akarok. Látom, hogy nem. Itt nyakok nekem. Olyan hideg van, bent akarok maradni. Nem is így mondtam. Nem is így mondtam. Ne, ez most semmi kedvem. Ez most semmi kedvem. Micsoda egy hülye tyúk vagy, csak tudnám, miért járok veled. Megmondjam? Mert én vagyok az egyetlen, aki elviseli, hogy örökké nyavajogsz, panaszkodsz és sírsz, hogy hideg. Van, maradjunk be, ja, én nem bírom ezt a szelet. Néha úgy idegesítesz, hogy legszívesebben orba vágnál. Rajta, üsd meg, ha mersz. Talán azt hiszed, nem merem, te kis ne bánts virág. Tessék, üsd meg. Üssek? Nyugodtan, csak elő menjünk ki. Jó, hozd a poharamat. Pókvirágot tartanak? Micsodát? Pókvirágot. Pókvirágot? Azt. Az meg mi? Tudja, Chlorophytum commosum arachnius. Nem tudta volna rögtön ezzel kezdeni. Sosem tudom a sorrendet. Előbb a tequila, aztán a citrom, aztán a... Nem, először a citrom, aztán jön a... Hogy is van? A sorrend só, tequila, citrom, kiütés. Értem. Kezdhetjük. Mindannyiunk számára nagyon fontos és jelentős esemény egy ilyen nagykövetségi bál. Köszönöm, hogy eljöttek, pedig az utolsó percben szóltunk. Meg tudtuk oldani. Még nem hallottam önöket játszani, de gondolom a klasszikus zene széles repertoárjával lépnek fel. Na, hogy kívánja. Hát akkor ne is húzzuk az időt. Parancsoljanak, kezdhetek. Elnézést! Mit művelnek? Túl hangos volt? Nem, a választással van gond. Mi volt ez? Make me up before you go. A Ventől. Igen, nagyon kellemes volt, de maradjunk a klasszikus zenénél. De ez klasszikus. Igaza van a hölgynek, a másikat. Bad boys, stick together, together. Sad boys. Na ez klasszikus volt. Én a klasszikus zenére gondoltam. A klasszikus szó szubjektíven értelmezhető. Igen, szerintem most nem kéne ezen vitát nyitnunk, nem? Attól tartok, hogy félreértenek. Legyen, ahogy kívánja. You were wondering as a waitress at a hotel. Elég! Én? Azt szeretném, ha valami igazi klasszikust játszanának a klasszikus generációból, mondjuk egy német zeneszerzőtől. Akkor legyen egy Kraftwerk? She's a Elég? Elég? Nem. Szeretnék igazi, klasszikus zenét. Nem akarok sem Erasure-t, sem Pink Floyd-ot, sem hasonlót. Francba a 80-as évekkel. Nem kérek túl sokat, ugye? Nem egy könnyű eset. Annyira egyszerű, mint egy nukleáris háború. Ezek nem az én szavaim, hanem Duran Duran-é a Planet Earth albumról. Szóval, ha a 80-as évek lótúró, akkor hadd kérdezzek valamit. Hm? Ő is lótúró? Hm? És ő? Egy pancser? És velem mi baja? Spitzen vagyunk, Szivi. Na igen.
Cimföljék csak a 80-as éveket. És istenítsék Bachot meg Csajkovszkit, mi pedig rajongunk Tony Hadleyért és Simon Le Bonnért. Tudom, önök közül sokan vélik úgy, hogy Beethoven az emberiség egyik legnagyobb zeneszerzője. Nekünk azonban Beethoven a világ legédesebb Bernáthegyi kutyája, az elmúlt 25 év egyik legjobb filmjét. Ezek után mondják nekünk, hogy Amadeus Mozart, és erre azt feleljük. Amadeus, 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 Amadeus. Falco, 1986. Akkor most hajlandó a komoly zenét játszani, vagy sem? Nem vagyunk hajlandóak. Miért nem? Mert az túlságosan nehéz lenne.